Sziasztok, én Leno vagyok, és ez itt a Weather Adventures-nek a 13. része, és most velem tart Super Alex 0102. Sziasztok! És most én köszöntem be. Meleg. Átadom a szót neked. Oké. Na, ma azt Vezest fogjuk csinálni. Vezest Ne pofázz bele. Na, ma azt fogjuk csinálni, hogy ugye be fogjuk kötni az EMI rendszert, amit az előző részben is be akartunk, de sajnos nem sikerült, mert hát ugye a Leno elbaszta, amúgy nem, de igen. Szóval, ja. Csinálunk egy létrát ide most gyorsan. Úgy fel tudunk ugye menni a atomreaktor tetejére. Nem ártana, ugye? Bárki tudja, lehet árt. Árt? Nem árt. Oké. Okay. Nekem mondja, hogy mit csinálhatok, ami így csinálhat. Hasznos. Csinálj szobákat. Oké. Okay. Csinálok hátra egy kertet. A kert az a föld alatt legyen. De hát még jobban. Még jobban a föld alatt. Szóval ilyen, úgy legyen, figyelj, úgy akár legyen ilyen lépcsőház itt, úgymond, hogy... Ide hátra, gyere, ide, ide hátra. Itt legyen a lépcső, te. Lépcsőház. Én hátra akarom kertet, hogy itt megyen egy szoba. De nem, mert én meg ide akarok oda egy lépcsőt, és alul lenne az egész minden, és akkor másik oldalt is lenne egy lépcső, érted? Hogy nekem mindig hátra szaladgálni. Yeah, mert alul lesznek a gépezetek is. Na. Nekik jó lesz ott, na semmi, akkor nem szóltam. De... jó van. Na szóval akkor, kiállásom neked, hogy meddig kell kb. Szóval akkor, itt ugye még padlózatlan, és akkor itt kezdene a lépcső. És akkor lemenne... itt 4 blokkot. Adott egy gubit. És eddig ez 3 blokk. És itt a 4. Oké, és akkor utána meg mondjuk itt 3-at bemenne. Így, és akkor utána 3, és utána itt lenne ugye egy ilyen izé. A dizájnt azt én megoldom, szóval igen. Ezt majd én meg fogom oldani, meg kiterveztem egy jó dizájnt. Ja. És igazából itt még 3. Másik oldalt ugyanúgy meg kéne csinálnod, csak ellenkező irányba, úgymond, érted? Mhm. Szóval itt igazából, és akkor itt megint le 4-et, szóval 1, 2, 3 és 4. ugye? És akkor ott már ugye maga a szint van, ahol lesznek a dolgok. Szóval 8 blokkkal lejjebb lesznek, ami szerintem valamennyivel jó. Mondjuk nem, egyen még lejjemelt. Ki tudja, hogy mi kell itt a lenti hely. Szóval 1 lépcső, 2 lépcső, 3 lépcső, 4 lépcső, 5 lépcső, ugye? De ezt, akkor el is kezdheted itt a munkát, már elkezdted ugyanúgy. Oké, akkor elkezdem. Jó, akkor kezdem. Hátja. Igazából valamennyien jó kiterveltem, szerintem jó lesz így a lépcső. Zett. Ja. És ja. Valahogy ugyanígy meg kell csinálni. Másik adat, én addig bekötöm a EMI rendszert, ugye. Oké. Na hát, először is. Kéne nekünk sok kábel. Kábel. Mert ugye kábel nélkül nem megyünk túl soka. Nem is én nem megyek túl soka. Ha nincs be. Be van már. Jó, ja, jó. Ja, azt csak hittem ugye, nincsem. Csak ugye ez... De basz! Várjál! Jól láttam, amit láttam? Mi van? Ja nem, baszki. Semmi. Azt hittem, hogy be lehet így egyesre ezeket tanítani, de nem. Na mindegy akkor. Vicces lett volna. Szóval egy ilyen reaktorszoba... Szoba igazából az egyetlen, amit megcsináltunk, nem is teljesen igazából, szóval... Igen, na mindegy, igazából ez a ház szép lassan kész lesz egyszer, majd... Idő, ugye? Idő. Megvan azt a vérfarkast, várjál. De én is hallom, már kezd felbaszni. Hol vagy?
megsegíteni. Meghalt. Hogy átbaszt? Hogy átbasztál egyet? Jaj, geci. Na, menjünk be. Na, já, akkor. Szóval ugye itt az EMI terminál, és akkor maga az EMI központ, úgymond a gépezet, még ezek azért ugye itt lesznek. Egyelőre még így néz ki, ugye. A kábelket csak úgy lepakolgattam. Nem, mert ugye, miért nem. Na mindegy, alapból úgy lesz. Most úgy terveltem el. Ugye, hogy itt lesz az atomreaktor. Felette kiásunk egy két magassági blokkot igazából, ahol tudunk járni, úgymond. És itt lesznek az összes ugye energiatárolók, amikbe ugye tárolják az energiát, és akkor azokból meg jön a áram, ugye, és egyszerű megoldani ugye ezt mind. Elbasztad, ezt már elbasztad. Tényleg. Nem basztad el. Semmi. Vagy, jó. Már. De elbasztad. Mert? Nézzük a másik oldalt lépcsőzetet. Szerintem. Vagy én vagyok ennyire hülye? Én megnézem. Mit lemegy? De szerintem nem basztam. És már. Akkor utána itt megy le. Ja, hogy... Ja. Nem néztem meg, jó? Oké. Okay. És akkor egy blokk köztük van, tudod? Mhm. Ja. Na, igazából ezek a gépezetek itt legelől, itt, ezekkel nem tudunk túl sok mindent csinálni, szóval azért akarom minél előbb bekötni a dolgokat. De mindegy! Először vezessük oda az áramot. Szóval, hogyan tudnánk vezetni? Ugye mi legesnek úgy terveltük, hogy alulról vezetjük a nagy kábeleket és felülről a kicsiket, ugye? Hát a kicsiket pont azért felülről, mivel ugye azok kellnek ugye majd a villanyhoz, és nem akarunk ilyen drága kábeleket használni sima villanyoknak. Szóval azt fogjuk igazából csinálni, hogy itt kijön, itt felül kijön a sima kábel, ugye a nagy kábel, ami ez ugye, és itt lejön a falba, és akkor lejön a padlózatba, és akkor innen elmegy bárhova, szóval úgy értem, hogy bárhova, ahova kell ugye, hogy eljöjjön. A másik ugye úgy működne, a másik kábel, csak más irányba menne, és felülről az összes lámpát, ami ugye kell, feloltja. És egyszerű igazából, ilyen egyszerű ez a dolog, ahogy megterveltem. Hát ja, szóval, kezdjünk hozzá, én nekem kell még több kábel, az biztos. 64 egyenlőre elég lesz pontosan. Wrench. Meg kéne pakolnom, például ez nem kell. Mi nem kell? Hát mondjuk itt vannak chestek, szóval ezekbe le tudnék pakolni. Ez lehet, hogy kell. Chisel, hát most ez nem kell, torch se. Ezek a lapanagok meg alapban nem kellenek most jelenleg, majd kellenek ugye, ha craftolok valamit. Mondjuk most, hogy lesz, várjál. Úgy lesz megoldva, hogy kéne sok ilyen conduit facade, ugye, ami valahol itt van. 64-et mondjuk ellopok. És akkor átváltoztatjuk ugye erre leginkább, szóval erre a blokkra, meg mondjuk a fal blokkaira, ugye, hogy könnyebb legyen itt a dolog. Szóval, hol is van? Painting machine, ugye? Sőt, nem, ide kell ezt, és akkor utána milyen blokkot akarunk átvesni, szóval 32 mondjuk szerintem a padlózat legyen, logikusan, mert ugye a padlózatban megy a legtöbbet az áram. Szerintem mehet mondjuk 48-at is, szerintem. Úgyis olcsó igazából ez a dolog. Hol van? Ez úgyis olcsó, szóval nem egy akkora nagy dolog. Megnézzük itt Lenóka bátyját. Igazából amúgy úgy, hogy meg lesz dizájnol, aztán nem kell így kb. Viszontani ezektől félni. Jaja. Egyezik? Azt nézem most. Na akkor szerintem, jó, ha egyezik igazából, akkor már elkezdheted kifúrni alul is. Ötöt megy le. De elsőnek egy, kettő, egy, három, kettő, négyet. Három, négy, öt, ott meg ötöt. Hát pedig hatot. Nem hatot, öt. Mert hogy ezzel együtt hatot. Ja, hogy így. Én meg a lépcsőt számol, hogy hány blokkra megy a lépcső, tudod. Szóval egy, kettő, három, négy, tehát még egyet le kell esni.
És akkor igazából te elkezdheted Creeper. Te mit te keresel itt, gondolom? Sötétbe leszpannoltál. Mert nincs kivilágítva úgy a háza, hogy ki kéne. Na mindegy igazából. Semmi probléma. Nyugodtan. Creeper, te bármikor csak gyere be a házunkba. Tessék, itt a kulcs. Jöhetsz. Nyugodtan, bármikor. Na, én kicserélem a kábeleket. Jó, kéne a wrench. Az pont nincs nálam. De fasza. Imádom, mikor így próbálok dolgokat csinálni, és pont nincs nálam az az eszköz, ami kell, hogy legyen. Na így, oké. Okay. És akkor igazából ezt a masinát itt hagyom egyenlőre, hogy dolgozzon. Viszont bekötöm a új kábelekkel, mert itt így megnézzük, igazából sokkal jobbak ezek a kábelek. Már jól tudom, 20 000 RF per ticket tud ez a kábel vinni, ami elég komoly. Szóval igen, hát egyenlőre, mivel ugye nincs tető, legalábbis itt kint van már tető, itt sincs kint tető, akkor igazából mehet sima kábel, agy mi az, bármi nélkül ugye, szóval hogy lássuk a kábelt igazából, szóval nem egy akkora dolog. Szerintem amúgy... Jaj, elröntöttem. De jó neked. Szóval... Áján. Az ajtó, akkor itt fog lemenni. Itt fog lemenni ennél. Szóval ezt visszatemetem. Mercseztem. Nem kell visszatemetni, de mindegy. Itt felmegy ugye, ahogy látjátok. Itt felmegy. Ugye, és akkor itt fog lemenni. Itt fog lemenni. Ha minden igaz. Ja, itt fog lemenni. Szóval itt igazából ki van ásra, ugye, ahol le fog menni a kábel. Ezt meg is csinálom gyorsan, ugye. Jó, ennyi padlózat elég lesz. Kell majd akkor nekünk. Milyen padlózat? Na, milyen fal? Ilyen fal. Kábelszonos, ugye. Remélhetőleg, hát... Na, most jó. Gyorsan meg lesz ez. Akkor jó, az jó. A kevés kell. Melyik kellett? Az kellett. Azt hiszem ez, ja. Na, és akkor igazából itt már mehet is a kábel. És akkor... Így. És meg is annak igazából a kábel, ugye? Mobzilla, az is szép. Na igen. És itt meg ugye lejön a kábel, ahogy mondtam. Szóval igazából meg is van, és akkor ahogy mutattam az előző részben, ugye ezeket majd el fogjuk rejteni, de egyébként még nem akarom elrejteni, mivel ugye akarom látni, hogy merre viszem a kábeleket, szóval egyébként még nem rejtjük el ezeket. Na, akkor mondjuk itt lemenne, ugye itt ez nem lesz itt majd, szóval ezt addig elviszem. Itt lemenne itt a EMI terminál alatt, hogy ezt egybe be lehessen majd kötni. Szóval oda nem is kell rejtek dolog. Akkor itt menne. Azzal tudnánk spórolni, talán nem kell spórolni, minek azt. Itt bejönne. És akkor itt igazából be tudjuk bárhova kötni, ahova csak akarjuk. Szóval igen. Ez itt tökéletes lesz igazából. Na, látok visszarakom ezeket, amiket kiütöttem. Csak arrébb rakom. Jó, ez itt tökéletes. Még ide, így. És akkor be is hoztuk a kábelt ugye a EMI rendszerekhez. A mi rendszerhez inkább. Na mindegy, most bevisszük akkor ugye a gépekhez a kábelt. És akkor legalábbis már szerintem lassan majd minden már áram alatt lesz, ugye? Aminek kell, hogy áram alatt legyen. Mi a lámpák amúgy, ugye? Hát a lámpákat azt mindjárt intézem. Igen. Csak az komplikáltabb lesz, mivel azt ki kell fúrni az egészet, szóval majd lesz megint munkád. Azt majd akkor elintézette. Már össze van kötve amúgy. Na jó, akkor fasza. És akkor úgy lesz, igazából úgy terveltem, hogy egy ilyen külön... Itt ugye itt lennének leginkább a nagy dolgok. Szóval itt lennének mondjuk
a gyárak ugye, gyárak a dolgoknak, mit tudom én például, automatizált dolgok, ilyesmik legalul ugye. Ez azért jó elhelyezni legalulra, mivel hát jobb, mint például felülre, mert akkor azt dizájnolni kell, mert ugye azt láthatod, meg ilyesmi, érted, ott meg nem kell semmit Ebből csinálni, a mint fából van lépcső amúgy. azt hiszem van. Mert Nem? akkor ilyenből kellene csinálni azt a lépcsőt is Aha, van. szerintem. Van. Jó, akkor De lehet, hogy csinálva. inkább valami más, de mindegy, szerintem egy ilyen jó ideiglenes megoldásnak. Na ugye, akkor azt kell majd csinálnod, Leno, azt kell csinálnod, hogy ugyanitt fog kijönni a másik kábel, nézd. Várjál, mindjárt csak lekapcsolok a Oké. lépcsőket. Ugyanitt fog szerintem kijönni a másik kábel is, csak annyi, Hogy hogy mit ezt csináltam? kell itt mind kiásnod. Szóval úgy, így, és akkor ezt mindenhol így ki kell ásnod. És ezt mind így körbe, szóval megmutatom pontosan, hogy, és akkor így ezt mind körbe. Le a lépcsőkhöz is, tudod, hogy ott is legyen lámpa. Szóval itt, ahol mindenhol kábel lesz, ugye így a egész ház körül igazából. Oké. És kell meg ezeket a gagyi fáklyákat használni, mert undorodok tőlük. Már de tényleg, olyan gagyik, hát. Nekünk tudom, már villanyra telik, nem ilyen lámpákra. Vagy, na, fáklyákra. Szóval igen, azon gondolkozok, hogy még mit kéne így csinálni. Hát ugye még nem kötöttem be, de így már úgymond megvannak ezek a dolgok. Szóval már csak be kell kötni őket. Ja, be van tanítva a másik kábel, mert ha nincs, akkor le kell kraftolnom. Aha, akkor nincs, jó, akkor azt is meg kell csinálnom. Melyik kábel? Nekem egy kábel be van tanítva. Narancsága. Megnézem, hát ha az, nem tudom. De szerintem Nem. az az enderes, ami be van tanítva. Ja, lehet. Mindegy, már lekraftoltam egyet, hát 8-at igazából, de úgymond egyszer lekraftoltam. Na mindegy, Na ugye jó. itt van, ez 5000 RF per ticket tud csak vinni. Igaz, túl drágának számítjuk, mert most így meggondolod, csak lámpáknak 5000 RF az hülyeség, mert azt hiszem, mennyit fogyasztanak a lámpák, hol vannak? Mindig nem támad a lámpákat, annyira, ja, itt van. A lámpák, kérem szépen, nem mondja el, hogy mennyit fogyaszt, de szerintem nagyon keveset fogyaszt. Azt hiszem valami 100 RF-et per tick maximum. Na mindegy, igazából 50 lámpát tudunk használni akkor a lakásba maximum. Elég sok áramom van szerintem, szóval azzal nem lesz gond. Árammal nem lesz gond, de nézd, ezt a kábel, ez maximum 5000-et tud vinni. Vagy Aha. 50 lámpát tudnánk, vagy 500? Nem, 50, hülye vagyok, na, 50-et tudnánk. Szóval igen, én nagyon jó matekos vagyok. Igen. Na, így. Szóval, akkor ezeket a kábeleket neked adom, és akkor ezeket be is vezetheted felülre, úgymond. Szóval ott vannak. Oké. Még 64 pont, hogy szerintem kevés lesz, de majd taníts be, és akkor tudsz Betanítottam többet. már. Akkor jó. Haj, na, én akkor elkezdem itt csinálni a dolgokat, szóval kellenek energiatárolók. Na, energiatárolók, azok melyik módból vegyük mondjuk őket, mondjuk a mechanizmből, mert azok olcsók, és nagyon sokat tudnak tárolni, szóval pont az, ami igazából kell nekünk. Itt is vannak, ugye itt a basic, itt az advanced, ugye itt van elite, Ultimate és a kreatív, ugye persze kreatívat nem tudjuk lekraftolni. Vajon miért? Szóval igen, mindegy, basic az igazából az elég olcsó energy tablet kerülő energikus tablet. Ami ugye maximum drága az ez, de szerintem ez se annyira drága, szóval ezből tudunk egy 8-at csinálni, szerintem 80 az jó lesz. És ez tud 800 ezer RF-et tárolni egy ilyen kis szar. Ez komoly amúgy. Szóval így megszámítva az olyan, nem tudom mennyi, így felkerekítve ilyen 5 milla, 6 milla, nem tudom így pontosan, most így nem fogok matekozni, valami olyasmi. Nem mindig igazából, szerintem 8 darab pont elég lesz egyenlőre, aztán majd átváltoztatjuk Advanced-ra ugye, ami már 3,2 millió RF egyet, ugye, amit tud tárolni maximum, aztán a Elite, ami 12 millió, és aztán a Ultimate, ami 51 millió. Szóval, igen, Ez komoly. egyelőre szerintem elég lesz nekünk a Basic,
Szerintem az Ez biztos. az Ultimate egy pár ideig nem kell az 51 millió 8-szorozva, tudod? Ez sok, ez igaz, erős. Igazából azért jók ezek a... Isten. Mi volt ez? Mi a zombi? Zombik törül az ajtót. Ja. Onnan hallottad? Jó, Isten. Ja. Az igen. És még jönnek, érted? Jó. Nem érték, hogy nem tudom megölni minket, csak jönnek. Most jelenleg három opciót csak minket megölni. A Queen, a King és a Mobzilla. Ó, találtam ilyen spannert, Mobzilla spannert, ez itt van. Akkor abból is 9 kell és meg tudjuk ölni, hagyjál meg tudjuk spannatatni. Igazából a Mobzillát akkor lehet gyűjteni is, mert az lesz a következő mob, amit igazából meg akarunk majd ölni. Csak ugye kell Csináltam, bocsi. Kell a Big Bertha, tudod, az a nagyon nagy kard. Amit mondtam a sorozat nem tudom hányadik részébe. Így vagy Big Bertha. Tehát amikor meg kell ölni az összes boss, hogy le tudjuk kraftolni. Ha nem Big Bertha, várjál, Big mi? Big Bertha, bocs, Bertha. H-val. Na, megvan. És akkor ezt kell ugye. És akkor minden egyes kis mobot, úgymond. 500 damage, ez komoly. Igen, 500 damage, ja. Szóval az kell majd következnek. Nekem mindegy, én visszanyek a basic storage-hoz, ugye, mert most nekem azt kell lekraftolnom. Szóval energikus tablet kell nekünk, mert steel casing. Steelingot is kell ugye, ami hát utálok csinálni, bevallom őszintén. Csak is azért utálok, mert hogy sok lépés kell ugye hozzá, de tényleg, szóval nem szeretem annyira csinálni ezt a steelingot ott. Railcraftosat hogy lehet, azt megnézem. Railcraft. Sehogy nem lehet. Maximum ezekből. Na mindegy. Hát akkor bekötöm a gépeket. Szóval igazából miért van itt egy gomb? Na mindegy, gondolom lenne azért. Azért van ott egy gomb, mert nem tudtam máshova letenni ezt a gombot. Pont oda. Pont oda tettem, igen. Milyen érdekes. Pont oda. Jó, hát most gondolkozok, hogy honnan vezessem be a gépeket. Szerintem innen fogom. Nem is. Legjobban szerintem így járok. Még akkor minek hoztam ide ezt a kábelt? Csináljam úgy, és akkor talán... Jó, akkor úgy lesz, ahogy... Oké, akkor így lesz. Na, álljatok akkor. Kicsit ugye szétromboltam itt Lenovo dizájnját. Szóval akkor itt ezt lezárjuk. Így. Adakunk egy kábelsztont, hogy... Zombi, nem akarsz már tényleg innen menni, mert már nagyon utállak, na mindegy. Szóval... Innen fogjuk igazából bevezetni. És rájöttem, hogy ez olcsóbb lesz úgymond, mert itt nem kell rejteni igaz a dolgot, mert ahogy látjátok, nem látnánk, hol ott lenne a fal. Szóval... olcsóbb megoldás lesz igazából ez az egész dolog így. És ja, ennek örülök valamennyire. Na nézzük, igazából azt nem tudom, hogy... Várjál. Oké, így. És akkor így. És akkor meg is van a Leno design. És akkor most már csak vissza kell itt kötni. Ott még el kell rejteni, de úgymond itt már nem kell, látjátok. Szóval meg is van igazából oldva ez az egész nagy tragédia. Na, most jön az, hogy elrejtjük a kábeleket. Szóval, nézzük. Ugye el kell itt rejteni. Ezt így is így csináljam? Igen, úgy csináld. Szóval elrejtem később. Már nem tudjuk még, hogy mi lesz, tudod a... fenti. És úgy néz ki, mintha tényleg, látod? Úgy néz ki, mintha ott most nem lenne semmi, úgymond. Mi ott fönn mi legyen? Milyen design legyen? Jó, ez a kő amúgy. Nem hogy... tudom, majd meglátjuk egyébként, szerintem csak csináld meg. Mindig most itt befedem. És akkor az lesz, hogyha kábeleket veszünk a kezünkbe, ugye látjuk, hogy most hol vannak a... Vagy, igen, kábelt veszünk a kezünkbe, akkor látjuk, hogy hol vannak a kábelek. Szóval ez jó, igazából, szerintem. Azt ott kiütöm. És akkor most már így elfér. Így. Azt ja, így igazából szerintem jól néz ki. Lenu. Yeah. Te látsz valamilyen kábelt? Itt. Elég érdekesen bugalak lesz túra.
Ment innen. Kicsit, ja, egy kicsit máshogy néz. Na, nem tudom, nekem annyira nem néz ki máshogy. Mindegy, az én nézetem amúgy is kisebb, szóval nem látszik annyira. Mindegy. Ja. Mindegy, az a lényeg, hogy valamennyi el van rejtve, szóval. Ez a lényeg, hogy neked jó legyen. Nem úgy tök jól legalábbis én amúgy nem látom. És így tök vicces, mert így megnézed a blokkot, és akkor így van áram a blokkba, értitek, szóval. Így tök vicces látni, hogy így, oké. Okay. Hát te már tudsz valamit. Értitek, na, majd itt is be kell vezetni a kábelt, csak elfelejtettem behozni. Majd itt észre fogod venni, hogy hol értem. Itt a szobákba, tudod? Itt a mini szobákba. Azt megköszönném. Ó, oh, persze. Látom, el vagy. Ja, ez biztos. Még ezt nem kellett volna csinálni. Ezt egyszerűen fogjuk megcsinálni, úgy fogjuk megcsinálni. Mondjuk beisszük egy oszlopba, ugye? Beisszük egy oszlopba és egyből le, nem kell így szenvedni majd. Hát ezt már elkezdtem. Hát itt alul maradhat, csak itt a lépcsőknél, ne? Mert ott hülyeség szerintem. A másik oldalt is megcsináltam már. Ja, akkor azt küldtem. És megcsinálom. Ne, mindegy. Ja, hát akar. Akkor üssük ki. Feleslegesen ástam ki. Akkor legyen itt egy ilyen kivezetés, és tudod, és akkor itt felmegy. Így. Jó, hát igazán azt sem szerintem, hogy vége ennek a résznek, túl sokat igazából nem csináltunk mindig házba, de na. Mindegy, itt volt igazából velem Lenó. Sziasztok. És majd akkor találkozunk a 14. részben. Sziasztok!